erős, idegen és álmos minden benne. Ugyanaz a fáradt és magányos arcok jönnek veled megint szembe. A falak és házak csak üresen állnak, unokta várnak és félnek a fénytől. Öröm és fádat, nincs bocsánat, mégsem szállnak az angyalok. És még a koncert előtt sikerült elkapni Mátyás Attilát. Szerbusz! Sziasztok! Hello, hello! Hát a Mátyás Attila Band idén 10 éves. Azt gondolom, hogy ez minden zenekar történetében egy mérföldkő lenne. Szeretnének sokan eljutni a 10 éves évfordulóig. Igen, igen, igen. Hát ebben teljesen igazad van, nem oszlottunk fel. Hát nehéz ugye, mert én vagyok a projektnek a vezetője, tehát feloszlatni magam. Frontember se cseréltetek, mondom. Igen, igen. Ezt is. De azért stabil. Tehát Bense Sanyi és Gerő Balázs, aki ez a trió, ez a mag trió, ez azért már 10 éve együtt van. És néha kiegészülünk, mint ma is, egy billentyűssel, Varga Zolival, vagy énekesnővel, de hát ugye általában ez csak egy kis fűszer. Szerinted mi a titka annak, hogy 10 éve ilyen jól muzsikáltok együtt, és hogy mondtad, hogy hát nem voltak nagy változások, de mégis érzel a 10 évben változást, akár zeneileg? Hát mi a titka? Borzasztó nagy szigor. Tehát demokrácia nincs, tudod. Ja. Meghallgatom, amit mondanak a fiúk, de hát összecsiszolódtunk. Én azt mondom, hogy szeretik, tehát mindannyian szeretjük ezt, amit csinálunk, tulajdonképpen ez egy jó közös munka. Változást annyiból, hát, hogy milyen változást érzek, kamera, ezt nem taglalom, ugye? De akkor a stíluson nem érzed azt, hogy például azt mondod, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy a Mátyás Attila Band az már egy abszolút kiforrott zenei stílus, itt már nagy meglepetés nem éri akkor az ember? Igen, mindig kísérletezünk, minden új lemeznél egy kicsit, főleg én kísérletezem egy kicsit a szandal, egy kicsit más, de igazából ez, hogy ez a saját zenekarom, tehát nem egy F-Force, hiszen nem egy Sex Section, ahol be van határolva, hogy azért a többieknek is tetszen. Itt alapvetően tényleg az van, amit én szeretnék, és olyan nagyon nagy újdonságok, ahogy mondtad, már nagy trükkök nincsenek. Jó dalokat írok, és azokat játszunk. De azért érdekes, hogy a koncerteken megszólalnak olyan szerzemények is, amik ugye nem a Mátyás Attila Bandhez köthetők, hanem a régebbi együtteséghez. Másik zárt, F-O vagy Sex Section, Agduzei. Hát ugye azért az nem titok, hogy majdnem mindenhol én írtam a zenét, úgyhogy a dalokat, tehát azért... De hogy itt hogy válogatsz? Hogy azokat válogatod, amik neked a szívednek igazán kedvesek, vagy azokat, amiket úgy gondolod, hogy a közönség egyszerűen követeli, tehát nem lehet őket kihagyni? Figyelj, ez az van, hogy kötelezően, tehát ha nincsen legalább egy-két FO, egy-egy Sex Section, vagy Agnus, akkor azért a szóvá teszik, hogy az... Kicsi morgolódás van. És mondom, hogy, és akkor mondják, hogy nem tudunk azért annyi dalt játszani, hogy hát 3 órát nem lehet zenélni, nem is bírnánk. És azért mindig kell, és kiválasztok az FO-ból, a Sex Section-ből olyat, amit mondjuk a Sex Section, amit én is el tudok énekelni, ugye a gitározás mellé, azért az fontos, és amit én szeretek, és akkor a közönség kénytelen beírni avval, ami nekem a kedvencem, és akkor mindig van az, hogy de azt miért nem, azt azért nem, mert azt nem szeretem annyira. De jó, akkor ezek szerint csak a közönségeddel is egy diktátor vagy, és a zenekaron belül is egy diktátor, de legalább nem mondhatja senki, hogy konzekvens, vagy pragmatikusan mondom, ami nem, azért figyelni szoktam a kérésekre, próbálom teljesíteni, csak mindig azt mondom, hogy gyerekek, ez nem nőnapig műsor, lángos evés és bókorugrás az ott van kívül. Mivel készülsz a ma estére, vagy készültetek a ma estére, azt mondtad, hogy már egy vendég lesz, tehát hogy egy plusz billentyű igen, fog szólalni. Ugye, itt a hajóra már évek óta visszajár, már családi bulikat tartunk lassan. Ilyenkor mindig a hajóra egy kicsit lazább. Vízpart, az ott van, csobogó víz, nyár, tehát itt egy kicsit ízibb a hangulat, egy kicsit a könnyedebb dalokat veszük ilyenkor elő. És akkor a billentyűs lesz most a plusz vendég, vagy lesz igen, még nem, valaki? Igen, nem, ő a plusz vendég, és akkor ő egy kicsit úgy fölturbozza, átalakítjuk így a dalokat egy picit. Mindig valamilyen pici változást, de nem mondják azt, hogy hát ez már megint ugyanolyan. Rendben, hát akkor most várni fogjuk azt a pici változást, mert hogy pillanatokon belül is nézzünk a koncertbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Sziasztok! Majd csendben is, te várod már a percet, de neked már senki nem felel. Nem szabadulhatsz tőlem el, mert gondolatban vagy, még velem leszel. Mikor hideg a tested és nem lel, tudod, én kütétlek majd magamból, hogy csak kell, ha kell, ha kell. Mindenki! Nézd rám, ha ordítok!
sötétben felé. Nem néz rám, én nem hiszem, hogy ez